Én Kocsis Tamás vagyok, és szeretném bemutatni előadó társamat, Kőszegi László Rexit. Sziasztok! És a mai napon az ipari kibervédelemről fogunk egy kicsit beszélgetni, pontosabban a hazai ICS-OT állapotáról, illetve arról, hogy milyen kitettsége volt régen ennek az ipari automatizálási és gyártási területnek, és milyen kitettsége van most. Illetve készült tavaly évvégén egy olyan felmérés, ami a hazai ICS-OT eszközök biztonsági állapotát mérte föl, azoké az eszközökét, amelyek elérhetőek voltak az interneten keresztül. Hogyha visszatekintünk a régmúltba, akkor az ipari jellegű támadások gyakorlatilag a géprombolás idejével kezdődtek, nagyjából 1811 környékén, hát hogy is létezett a Ned Lud személye vagy nem létezett, ezen a történészek is vitatkoznak, de az biztos, hogy 1811 környékén elindult egy olyan géprombolási hullám, amit, hogyha a mai világba átemelnénk, akkor ezt lehetne ilyen APT-001 néven emlegetni. Ezek az ipari vezérlők támadásai, ezek kevésbé voltak szofisztikáltak, mint ma, viszont roppant hatékonynak bizonyultak. Ezek mind fizikai jellegű támadások voltak, 5-10 fős aktorcsoportok intézték ezeket a támadásokat, amelyek zömmel Hammerstein vagy Firepower ataknak nevezhetőek. Gyakorlatilag arról volt szó, hogy a felbérett munkások kalapáccsal verték szét a szövőszékeknek a hajtókerekeit és magát a szövőszéket is, illetőleg szofisztikáltabbnak minősült, vagy pusztítóbbnak minősült az a támadás, amikor az egészet felgyújtották úgy, ahogy volt. A géprombolás 1812 környékére már 100.000 font sterling kárt okozott, hogyha most átpróbálnánk váltani, akkor egy meglehetősen nagy összeg jön neki, abban az időben 500 fontért már komplett gyárat lehetett alapítani munkásokkal és berendezésekkel együtt. Hogyha átugrunk a mai világra, akkor azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag mindenki lehet érdekelt az ipari rendszerek támadásaival kapcsolatban. A különböző kormányzati és állami szponzorált támadásoktól, a klasszikus kiberbűnözésen keresztül, hogyha azt nézzük, akkor világszerte mindenhol vannak ilyen támadások, itt aztán a motiváció lehet politikai, például egy állami jellegű történetnél, vagy katonainál, szintén állami történetnél, vagy a klasszikus bűnözők pénzügyi célok elérésére használnak ilyen támadásokat, és hát megjelentek ugye a különböző hektivista célok is, amelyek aztán vagy tekinthetők valóságban közösségnek, vagy nem. Az biztos, hogy ezek a támadások az ipari és gyártórendszerek ellen, ezek már most felbecsülhetetlen károkat okoznak. Vannak ezzel kapcsolatban számok is, hogyha megnézzük, azért igen jelentős kártételekről tudunk beszélni, mondjuk a MERS-nek a 2017-es incidense 300 millió dollárba kerül, a FedEx 2017-ben 300 millióba került, a Mondelez 150, és talán ami már közelebb csapott le hozzánk, a tavalyi évben a Hydro-nak az eseménye, ott a teljes rendszer helyreállítási költsége az elérte és meg is haladta 70 millió dollárt. Tehát a villámok aztán most már közelebb is csapdosnak elég rendesen, ugye itt már lehet az INA-val kapcsolatban ebben az évben beszélni ilyen jellegű incidensről, vagy az Aegis, ami már konkrétan azért egy magyar jellegű történet, vagy akár a Stadler lehet említeni. Tényleg rengeteg olyan támadás történik, ami folyamatosan ezeket az ipari rendszereket teszi próbára. Rengeteg ilyen van ebből a szempontból. A francia atomerőműnél volt 65 giga adatot vittek el, 11.000 fájl. Aztán volt orosz függővasút elleni támadás. Itt ez egy ransomware történet volt, itt 24 órára le kellett állítani a függővasutat. Aztán a japán optikai gyár is szenvedett ilyen támadást, vagy például oktatási célra, például osztrák síliftnek a HMI-ét érték el, és átvették a HMI irányítását demonstráció célra. Vagy ami talán a legérdekesebb volt, az a tavalyi évben, az az Egyesült Államoknak a Power Grid-jét érő támadás, itt gyakorlatilag egy 10 órás áram kimaradást okozott egy meglehetősen nagy területen. Az ipar 4.0 kifejezés nagyon sokszor elhangzik az ipari rendszerekkel kapcsolatban. Erre mi azt szoktunk reflektálni, hogy a mi ipar 4.0 az nálunk a biztonság 0.4. Ez nagyjából azért röviden és tömören el is mondja azt, hogy milyen biztonsági állapotokat feltételezünk
sajnos néha joggal ezeknél az ipari rendszerekkel kapcsolatban. Ráadásul az idő nem áll meg, most már nem is ipar 4.0-ról, hanem ipar 5.0-ról beszélünk, úgyhogy van fejlődés. Ha azt szeretnénk tudni, hogy vajon a security mekkora fókuszt kapott az ipar 5.0 és ipar 4.0 esetében, akkor érdemes a Frostnak ezt a kis ábreját megnézni, hogy mi a fókusz az ipar 4.0-nak, meg az ipar 5.0-nak. Hát sajnos lehet látni, hogy a security egyikben sem kapott ilyen szerepet. Ez egyébként a valóságban azért nem igaz, az Industry 4.0 az már azért definiál olyan biztonsági elvárásokat, amelyeknek meg kellene felelni, azt, hogy most mennyire felelnek meg, vagy mennyire nem felelnek meg, szerintem a felmérésünk azért adott is erre egy jó képet. Hogy miért van ez így, miért problémás a security az ICS-OT környezetekben, el lehet mondani, hogy itt azért nagyon régi eszközök is működnek a mai napig. Egyszerűen teljesen más az OT-nak, az eszközöknek az életciklusa, mint amit a hagyományos IT-ban megszoktunk. 15, 20, 25, 30 éves eszközök is vannak. Hát igazából a legrégebbi eszköz, amit ugye kicseréltem, az 1980-ból volt, ezt 2 éve cseréltük ki, egy Siemens S5-ös PLC. Teljesen jól végezte a munkáját, nem volt vele semmi probléma, annyi volt, hogy volt egy gyártás korszerűsítés, és ez alatt kicserélték az egészet. Ezeken az eszközökön azért ezzel együtt ugye régi firmware-ek is működnek, ráadásul azért azt tudni kell, hogy mondjuk egy PLC-nél nem olyan triviális mondjuk egy firmware csere, mint ahogy egy routernél megszoktunk. Nagyon sok gyártónál erre nincs is konkrétan lehetőség, mert a hardware és a szoftver olyan egységet képez, amit nem lehet megbontani, ergo nem tudok egy bizonyos firmware fölé menni, mert ahhoz magát a hardware-t is cserélnem kell. Illetve sok esetben ez rizikót is magában hordoz, tehát ugye a működő rendszerben nem szép dolog belenyúlni, ha bele is nyúlunk, akkor is indokoltan kell ezt megtenni, amikor ez tényleg indokolt. Továbbá hozzátehetjük azt, hogy sok esetben már nem is fejlesztik az adott hardwarehez, illetve szoftverhez a firmware-t, mert nincs értelme, mert elavult az eszköz. Hogyha az operációs rendszereket nézzük, akkor használt operációs rendszerek is azért meglehetősen elavultak, ez igaz az alkalmazásokra is, ezeknél is a frissítés meg a patch kizárt, általában amikor átadnak egy rendszert, akkor sok esetben a gyártók azért lokkolják is magát a szoftveres környezetet, egy bizonyos szoftveres környezetre vállalják a garanciát, üzemeltetés, supportot. Ha itt esetleg valaki mondjuk kitalálja, hogy elkezdi keresztbe kasul frissíteni az alkalmazást vagy az OS-t, akkor két dolog történhet, egy, nem fog működni az egész rendszer, kettő, ha még működik is, akkor esetleg a gyártó azt fogja mondani, hogy köszönjük, hogy belenyúlt, erre mi már nem fogunk felelősséget meg garanciát vállalni, ezért ezt mondjuk nem szeretik elvégezni. Illetve, hogyha a garancia elveszik, akkor a legtöbb esetben meg a frissítéssel együtt egy olyan ajánlatot adnak ki, aminek ezért eléggé húzós ára van, tovább ez termelési kieséssel jár, ami azért ennél lényegesen húzósabb összeget képvisel. Egyébként, mivel itt régi rendszerekről is beszélünk, itt a protokolloknak is olyan gyengeségei vannak, amivel mindenféleképpen számolni kell. Ezeket az ipari vezérléseket, ezeket nem erre a felhasználási módra tervezték annak idején, amikor ezek bevezetésre, kitalálásra kerültek. Szó nem volt arról, hogy egy PLC az a szigetüzemen kívül bármilyen más hálózati rendszerrel neki kapcsolatba kell kerülnie. Mivel ez önmagában működött, legfeljebb soros kommunikációt folytatott különböző eszközökkel vagy részegységeivel. Itt nem volt arról szó, hogy itt olyan protokollokat kellene használni, amelyekbe megfelelő biztonsági intézkedéseket kellene elvégezni. Az történt, hogy történt egy szemléletváltás, és gyakorlatilag az ipari vezérlők is bekerültek a tényleges IT közeli hálózatba, a hálózatok kerültek összekapcsolásra, innentől kezdve ezek a protokoll sérülékenységek már komoly problémát tudnak jelenteni. De ide tartozhat például akár a titkosítás problémája is, hogy mennyire használják a titkosítást az ilyen eszközökbe. A régebbi protokollokban nem jellemző ez, az újabbakban igen, viszont az előző problémára visszautalva egy újabb protokoll használata valószínűleg firmware frissítést jelentene, ami lehet, hogy komplett eszközcserét jelentene. Ez olyan költsége meg leállási időkkel jár, ami miatt ezt nem szokták megtenni, és gyakorlatilag marad mondjuk titkosítás vagy jelszónédelem nélkül az eszköz. Másik nagyon fontos elve az OT-nak, hogy működő rendszerhez nem nyúlunk hozzá. Itt a legnagyobb, az OT-s környezetekben a legnagyobb költségkiesés mindig az állásidő jelenti.
Hát igazából állási időnél, hogyha költségről beszélgetünk, akkor 20-30 ezer euró, amikor egy általános gép állási idejéről beszélgetünk, viszont ha beszélgetünk mondjuk egy speciálisabb esetről, mondjuk egy titánium 3D nyomtatóról, ott nem ritkán fölmegy 2-300 ezer euróra is óránként. Tehát itt órákról beszélgetünk a gép állási ideje. Hogy egy komplett gyártósorról beszélgetünk, ami mondjuk pelenkákat gyárt, vagy fokrémeket, vagy egyéb dolgokat, ott is szintén azért bőven 100 ezer euró per óra, ami kiesés. Amit azért ki lehet számolni, hogy egy kétnapos megállás, nagyon sokan nem keresünk ennyit egy év alatt. Aztán ami külön probléma, és ugye itt is a hálózatok összekapcsolásáról beszélünk, az, hogy ezeket az eszközöket aztán előszeretettel teszik internetről elérhetővé. Hát ezt majd látjuk, hogy mekkora sikerrel, vagy milyen eredménnyel. Tavaly december végén elkészítettünk egy olyan felmérést, ami a hazai internetről elérhető ICS-OT eszközöket mérte föl, és azoknak az állapotát, és ilyen biztonsági jellegzetességeit. Ez egy Shodan alapú felmérés volt, egy Shodan Corporate alapú felmérés történt ezzel kapcsolatban. A legyűjtött adatokat, azokat manuálisan ellenőriztük, validáltuk, kitisztítottuk, tehát nem tartalmaznak false pozitív bejegyzéseket. A Shodannak önmagában is van egy úgynevezett ICS tag kategóriája, tehát elvileg akinek van olyan előfizetése, az tud kizárólag csak ICS eszközökre keresni. Mi viszont ennél lényegesen szélesebb körben vizsgáltuk a területet, mi kompletten az OT területre fókuszáltunk, aminek az ICS csak egy szelet, nagyobb szelete ugyan, de csak egy szelete, mert az ipari vezérlőkön kívül ebbe a SCADA-k, adatbázisok, HMI-k, real-time OS-ek, webinterfészek, protokoll, konverterek, átjárók is beletartoznak, sőt még akár az iparban előszeretettel használt router meg wifi eszközök is. Milyen eszközöket vizsgáltunk? Konkrétan fókuszáltunk azokra a protokollokra, gyártókra, amik Magyarországon elterjedtek, Lantronix, PCWorks, Ellen Bradley, Telesis, Unitronix, Omron, Siemens, Niagara, Emerson, Fronius, ABB, szóval megpróbáltunk azért egy viszonylag széles merítést alkalmazni azokkal az eszközökkel kapcsolatban, amik itthon elterjedtebbek. Mit találtunk? Hát találtunk bőven 1000 fölötti számban ipari eszközt kikötve az internetre, meglehetősen érdekes és tanulságos állapotokban. A két legmarkánsabban jelenlévő ilyen történet, az egyik a Lantronix-nak a különböző device szerverei, amik elég magas számban vannak jelen, 449 darabot találtunk. Illetőleg, hogyha a protokollokat nézzük, ott egyértelműen az MQTT protokoll viszi a primet 435 eszközzel, amit lehet mondani, hogy ez nem számítana a kifejezetten ICS-OT területnek, mert mégiscsak jellemzőben inkább az IoT világban fordul ez elő, de ezt már így nem lehet kimondani 2020-ban ezt a történetet, már csak azért sem, mert megjelentek az úgynevezett industrial IoT, IIoT rendszerek és alkalmazások, ami az IoT-nak a jellegzetességeit emeli be és építi be ebbe az ICS-OT világba, úgyhogy most már az a klasszikus iparban is bőven használnak ilyen MQTT és kommunikációt. Omron PLC-ből 85 darabot találtunk, Unitronix-ból 120 darabot, Moxa eszközből 178, tehát lehet látni, hogy azért bőven-bőven van ilyen eszköz kikötve az internetre, hogyha a magyar szegmens nézzük. Hogyha a generikus protokollok szempontjából közelítjük meg a találatokat, akkor azt látjuk, hogy előszeretettel használnak még mindig jellemzően titkosítatlan protokollokat, Telnet, FTP, SNMP, HTTP, Modbus, MQTT, ezek mind titkosítatlan kommunikációk. Modbusnál, MQTT-nél volna lehetőség titkosításra, ám de ezeket nem szokták megvalósítani. Illetve hitelesítése, és ezeket se szokták megvalósítani. Ami külön érdekes, mondjuk HTTP 160 különböző porton fut, összesen 611 olyan webalkalmazás volt elérhető a vizsgálat idején, amely szorosan az iparhoz tartozik, Moxa eszközöknek a webinterfészei, Niagaráknak a webinterfészei, Fronius naperőműveknek az interfészei, tehát bőven van HTTP felhasználása mai napig is ezen a területen.
Egyébként a HTTP-HTTPS viszonyról beszélünk, azért lehet látni, hogy 611 olyan alkalmazás van, ami HTTP-n elérhető, és csak 42 esetében használnak HTTPS-t. Nyilván a titkosítás hiánya önmagában is egy sérülékenységet tud jelenteni. Hogyha a specifikus ipari protokollokat nézzük, akkor hogyha az MQTT-t leszámoljuk belőle, akkor is a KNX protokoll 288-al eléggé markáns használati struktúrát jelent. A Unitrolix-nak 120 olyan eszközét találtuk, ami ezt a PCOM protokollt beszéli, Modbusból 83-at, a Bacnetből 17-et, DNP3-ból 12-t. Egyébként az a jó ezekben a protokollokban, hogy ezeknek a protokolloknak a többsége is mind titkosítatlan. Ahol van lehetőség titkosításra, ott pedig ezeket jó esetben nem alkalmazzák egyébként. Ha a problémákat nézzük, amikkel találkoztunk, mindjárt a hozzáférés kontroll a legelső. Gyakorlatilag azt ki tudom jelenteni, hogy azok az eszközök, amiket mi megtaláltunk és amihez mi hozzáfértünk, azok a hozzáférés kontroll szempontjából mind elégtelenül vizsgáztak. Ezeket az eszközöket publikusan így elérhetővé tenni nem lenne szabad. A alapértelmezett jelszavak vannak ezek, vagy csomó eszközön, egyébként itt a Sodan önmaga is tud segíteni, mert néhány esetben azért föl is tárja önmaga, hogy itt alapértelmezett jelszó van használatban, de majd látunk még példát, hogy honnan gondoljuk, hogy alapértelmezett jelszó lehetett az eszközön. Mi magunk nyilván ilyet nem ellenőrizhetünk, hogy azon milyen eszköz van beállítva, de azért a Sodanból elég sok mindenre lehetett következtetni. Information Disclosure, ez abszolút az összes ilyen eszközre érvényes. Ezeket az eszközöket olyan jogosultsággal teszik elérhetővé, ami nem lenne szabad. Például itt a képen látható egy ilyen hűtés-fűtés vezérlésnek a HMI része, gyakorlatilag egy komplett gyár rendszernek a hűtés-fűtés vezérlése mindenféle bejelentkezési jogosultság nélkül olvasási joggal elérhető például. Nyilván ez nem a gyártónak a hibája, tehát amiket a legtöbb olyan gyengeség, amit találtunk, az nem közvetlenül a gyártóhoz tartozik. Ha önmagában azt nézik, hogy ezeket az eszközöket nem lehet volna szabad így elérhetővé tenni, ezek általában tényleg nem a gyártók felelősségei, de azért van olyan sérülékenység, ami egyértelműen a gyártóhoz tartozik, hiszen mondjuk exploitálható maga a rendszer, ezt nem lehet mondjuk a felhasználóra rákenni, azt igen, hogy mondjuk ezt miért tette elérhetővé. A generik protokollokból egyértelmű Telnet, SNMP, ez a kettő eléggé népszerű, hát ezeket nem lett volna szabad ilyen szinten hozzáférést engedni ezekhez az eszközökhöz, főleg azért nem, mert például a Lantronix-nak olyan sérülékenységei vannak, erről is majd később fogunk látni diát, ami miatt ezeket az eszközöket jobb lett volna teljes mértékben becsukni az internet elől, és hogy bezárni valahova, és mondjuk csak VPN-en keresztül elérhetővé tenni. Ugye SNMP esetében vannak olyan eszközök, amik ugyanúgy a public kulcssal nyugodtan olvasható, nyilván ez olyan information disclosure, amit érdemes megemlíteni. Itt aztán a belső IP-ktől kezdve gép elnevezés, PLC néven, akár projektkönyvtáron keresztül egy csomó olyan információ jön ki egy eszközből, amit mondjuk azért nem kellene a nagyvilág elé tárni szerintünk. Aztán az már komolyabb történet, amikor arról beszélünk, hogy konkrétan az ipari vezérlő, a PLC van kikötve az internetre. Ezen a dián például egy olyan, ez valószínűleg egy NATO-l történet, mert ugyanazon az IP címen elérhető egy Siemens PLC, és elérhető egy Omron PLC. Hát ez valószínűleg csak NATO-t módon valósítható meg. Az a jó az egészben, hogy PLC-ket ilyen szinten teszünk elérhetővé, hogy ez egy csomó PLC-re létezik olyan exploit, amivel mondjuk stopba lehet küldeni az eszközt. Nem feltétlenül kell ezeket az eszközöket tényleg ilyen szinten kikötni. Az meg másik, hogy ugyanúgy akár egy DOSZ jellegű történettel ezeket az eszközöket adott esetben azért meg is lehet egy kicsit állítani, vagy problémát lehet a működésükbe okozni. Főleg ha látjuk, hogy mondjuk az S7-esen mondjuk egy 302-es firmware van, amire egyébként van működő Metasploitos exploit. Na nem, mint hogyha mondjuk a 300-asra nem lenne, mert azt is láttuk, hogy azért 300-as van. Hát, hogy kis módosítással átírható. Igen.
És azért ezt leteszteltük, és azért működik. Tehát nem az interneten teszteltük, saját eszközökön. Szigorúan, tehát ezt leteszteltem otthon. 300-asra gond nélkül át lehet érni szinte a legtöbbet. 1200-asnál ugye a 3-as verzió, és az alatt kis módosítása simán működik. Ugye az MQTT esetében is érdemes azt megnézni, hogy egyébként ebben lenne lehetőség mondjuk felhasználó névi jelszó, vagy más autorizációs eljárásra. Mégis mondjuk a 400 valányi eszközből 311-ben egyáltalán nem használnak ilyet. 6 eszköz vár el mondjuk felhasználó név és jelszót a csatlakozáshoz, és mondjuk 118, ahol egyébként valamilyen egyéb más autorizációs elvárás van megadva, például akár itt, akár IP cím ellenőrzésről is lehet szó. Ugyanígy hitelesítési probléma, ez egy KNX-es protokoll, beszélő Lobson épületautomatizálási eszköznek a képe. Egyébként bőven van ebből is, mint láttátok, és ezek az eszközök is akár egy KNX map segítségével végigszkennelhetők, és hát meglehetősen szószátjár módon azért ő is bőven-bőven ad ki magából információt. És ilyen KNX-es eszközökre is léteznek olyan kódok, amikkel mondjuk problémát lehet az adott eszközbe okozni. Nagy kedvencünk Grobat Solar Inverter, ez valószínűleg valami családi háznak az invertere. Ez azért ilyen szinten nem ipar, viszont ilyen Grobat invertereket használnak mondjuk ipari környezeteknél is. Úgyhogy ez egy jó példa arra, hogy mindjárt ugye se hitelesítés nincs, se jogosultságkezelés nincs, se titkosítás nincs, HTTP-n keresztül gyakorlatilag konfigurációig elérhető maga az inverter, és lehet vele játszadozni. A Niagara Fox szintén főleg ilyen épületautomatizálás környékén szoktak mondjuk Foxokat használni. Ez is gyakorlatilag kétféle típusban tud kommunikálni, 1911-es sima TCP-n a sima Niagara Fox protokoll, és 4911-en meg az úgynevezett Secure Fox protokoll, ami már SSL-t használna, majd látni fogjuk azt is, hogy azt hogyan használja. Ez most egy olyan példa, ahol egy sima Niagara Fox, sima Fox protokoll belső IP-től kezdve, látjuk, hogy ez egy QNX-es OSM fut, appverzió, látjuk, hogy pontosan milyen eszköz, egyik ez egy comfort pointos eszköz, a másik egy central line-os, most a mind a kettő azt hiszem, hogy a Honeywell-hez tartozó eszköz, de hát ezek is ilyen szinten elérhetővé vannak téve. Szintén a napelemek világához vezet mondjuk a Fronius, rengeteg Froniusos naperőmű és különböző méretű inverter rendszere van kipakolva a netre. A legtöbbnél tényleg a jogosultságkezelés hiánya, meg a hitelesítés hiánya jelen van, mint ahogy például a titkosítás hiánya, látjátok, hogy ez is simán HTTP-n keresztül elérhető. Ahhoz, hogy konfigurálni lehessen, ahhoz elvárna ugyan egy logint, ugye HTTP-n keresztül, viszont van lehetőség arra, hogy itt a konkrét firmware verzióját megnézze az ember ennek az eszköznek, és mondjuk tudjon hozzá ismert sérülékenységet keresni, amely egyébként pont talán tavaly decemberben jött ki. Hitelesítés hiánya szintén egy érdekes eszközben, ez egy automata üzemanyagtöltő, hát én tankot mondtam, Rexi, mit mondasz, mi ez? Tartály. Szóval automata tartály, üzemanyagtöltő tartály, ami telneten keresztül elérhető és hozzáférhető. Itt a bekeretezett kód, ez nem más, mint egy úgynevezett vezérlő kód, vagy parancskód. Ha valaki egy ilyen eszközhöz telneten keresztül kapcsolódik, akkor egy escape szekvencia után ezt a kódot beadva, ezt a választ fogja visszakapni, gyakorlatilag ez az állapot lekérdezés. Ezzel lehet megnézni, hogy az adott tartály milyen töltési szinttel, milyen használattal jelentkezik, de egyébként más kódokkal egyébként lehet az eszközt konfigurálni is. Tehát ez ebből a szempontból hitelesítés, titkosítás hiánya, jogosultságkezelés hiánya, ez ennél is jelen van.
hitelesítési hiány például, amikor a PLC-t látunk már erre példát, de itt még egy példa elérhetővé teszik, és gyakorlatilag akár a projekt könyvtárig és a projekt fájlig bezárólag be lehet menni az eszközbe. És hát mondjuk úgy, hogy ha van esetleg ismert sérülékenység az eszközhöz, akkor azt mondjuk azért simán lehet érvényesíteni rajta. Szintén Foxy-et már láttunk, itt is ugye az a lényeg, hogy a Siva Fox protokollon keresztül le lehet kérdezni az eszközök állapotát, vagy a kedvenc Modbus, hogy a Modbus mindenhol és mindenben kell, hogy legyen, ő sem vár el hitelesítést, titkosítást, és akár még módosítani is lehet a rendszert. Ezt is már beszéltük egy kicsit, hogy az ipari protokollok többsége nem titkosított, hát erről volt már ugyanez a slide egy másik megközelítésben, itt is látjuk azt, hogy ezek a generikus protokolloknál ez a használat azért eléggé jellemző. HTTPS tényleg elvétve használják. A titkosítás hiányát még ugyanúgy az előző automata üzemanyag töltő állomás még halmozni is tudja, mert hogy legalább még webben HTTP-n keresztül is elérhetővé tették. A Niagara Fox esetében találtunk, hogy van 68 darab olyan eszköz, ami ezt a Fox protokollt beszéli, ebből gyakorlatilag 43 csak a nem biztonságos titkosítás nélküli sima Foxot beszéli, 14 beszéli csak a titkosított Secure Fox protokoll, és valami oknál fogva 11 eszközön mind a kettő kommunikációra lehetőség van, hogy jó legyen. Szóval van legalább 14 olyan Fox Niagara, amin a Secure Fox működik, viszont láthatóan mind a 14-nek a tanúsítványa egyébként már lejárt, tehát érvénytelen tanúsítványa működnek, és nem várható, hogy a közeljövőben egyébként ezek a tanúsítványok frissítésre fognak kerülni ezeken az eszközökön. Látjuk a tanúsítványnak a kiállítását, Niagara, ez a Niagara AX eszköz, amit be is kereteztem, ami még jó, hogy TLS V1-jel működik, ez is érdekes, és akkor látjuk, hogy egyébként 2018-ban, ennek a 2017-ben került üzem alá az eszköz valószínűleg, és 2018-ban egyébként le is járt neki a tanúsítványa, úgyhogy ennyit a HTTPS kommunikációról. Következő barátunk a Unitronix PLC, ami egy érdekes állatfajta, mert itt a HMI-vel egyben van építve, szóval ez egy úgynevezett HMI PLC. Hát itt is látjuk, hogy gyakorlatilag a hozzáférhető az eszköz, nincs titkosítás egyébként a kommunikáción, és szépen minden szükséges információt ki lehet olvasni az eszközből az interneten keresztül. Egyébként tök jó, mert a PCOM egyébként nem is lehet titkosítottá tenni. Aztán, ha már volt üzemanyagtöltő, akkor álljon itt ékes példaként elektromos gépjármű töltő rendszer, ETREL névre hallgató eszközök, szintén titkosítás hiánya, hozzáférés kontroll hiánya és jogosultságkezelés hiánya bizonyos eszközökön, ahol egyébként olyannyira elérhetővé tették, hogy akár bele is tudunk menni, és akár esetleg még ingyen tankolást is, vagy töltést is lehet biztosítani. Nyilván nem próbáltuk ki. Ugyanilyen a Szaljának a PLC-je, PCD webserver, webes felületen elérhető a PLC, itt is azért látjátok a eszköznév, firmware verzió, hogy lehessen hozzá azért sérülékenységet keresni. Látható, hogy ez egy 2013-as kód megy rajta tulajdonképpen, úgyhogy ez se egy mai darab, ha úgy nézzük. Aztán van nekünk a jó kis Siemensünk, ugye ezzel kapcsolatban is beszéltünk, vagy említettük már, hogy itt 3.2.11-es firmware-rel megy az eszköz. Itt is nyugodtan ehhez a kommunikációhoz hozzá lehet férni, S7.com, TCP 102, S7.com protokoll, titkosítatlan. Hogyha valaki mondjuk hálózaton belül akar ilyen protokollal foglalkozni, akkor Wireshare-kon keresztül tök jól lehet ezeket a protokollokat olvasni. Látszik a kommunikációs kapcsolat, változók írása, változók olvasása, S7.com tényleg titkosítatlan kommunikáció. A Siemens kiadta persze ennek az update-jét, és S7.com plusz néven már van titkosított protokoll, viszont ez firmware verzióhoz kötött, ergo jó eséllyel
ezeken az eszközökön pont nem lehet ezt a protokollt használni, csak az eszköz teljes cseréjével, emiatt ez az S7.com plusz még mindig nem terjedt el. Aztán elérkeztünk a már meghackelt eszközökig, említettem a Lantronix-ot, a Lantronix-ból van 449 eszköz, ebből 364 már eleve kompromitált, valamilyen automatával, kihasználva a Lantronix egyik ismert sérülékenységét, amivel ki lehet olvasni a jelszót az eszközből, ha telneten keresztül, nem is telneten, a Lantronix-nak a konfigurációs protokollja is elérhető van téve az interneten, akkor azon keresztül ki lehet olvasni a jelszót az eszközből, nyilván utána fogta a bot és automatán mindenhol beállított vagy 2008 vagy KCPV jelszavakat, kicsit ilyen oktatási jelleggel szerintem, de 364 ilyen eszköz már eleve kompromitáltan működik. Itt a Lantronix-nak a sérülékenysége, a Lantronix konfig kommunikációja elérhetővé van téve, akkor ezek az eszközök egy bizonyos verzióig eléggé veszélyeztetettek, látjátok milyen eredménnyel. Ami jó pofa, hogy a Shodanba beépítették ezt a Lantronix-os exploitot, tehát ha ő talál egy Lantronix-os eszközt, akkor rögtön lefuttatja rá az exploitot, ki is veszi belőle a jelszót, és egyébként meg is jeleníti a Shodanba, tehát gyakorlatilag a Shodan már eleve szivárogtatja ezeket a jelszavakat. Aztán van nekünk olyan eszközünk, amit a ipari wifi-hez használnak föl, tényleg pont-pont átvitelek, vagy épületek összeköttetésére, Ubiquiti eszközök, már itt is van 96 olyan kompromitált, ami például ebből következtetően valószínűleg default jelszó lehetett, vagy valami alapvető jelszó, mert ezeket az eszközöket is már kompromitálták. Több ilyen támadássorozat is volt, valahol default jelszavakat kerestek, valahol meg volt olyan ismert sérülékenység, amin keresztül tudták módosítani a jelszót, és átváltoztatták a host nevet erre a headrouter megriasztó névre. Aztán szintén az iparban előszeretettel használják a Mikrotik routereket, Mikrotik wifi-ket és a Mikrotik routereket is. Van 74 darab olyan Mikrotik eszköz az interneten elérhetővé téve, amit a CoinHive-nak az ilyen kripto bányász kódjával fertőzték meg. Nyilván a CoinHive már nincs, de egyébként maga a CoinHive-nak a kódja, mint látjátok, még mindig benne van ezeknek a routereknek a webes felületébe, úgyhogy gyakorlatilag ezt azóta se vették észre, hogy ezek az eszközök meglettek fertőzve. És jellemzően egyébként ezek a sérülékenység, amin keresztül megfertőzték, még mindig ott van benne. Aztán visszakanyarodva egy kicsit a Siemens S7-es eszközökig, a 1200-as eszközből van azért 60 fölötti darab, ugye ez a 65 darab S7-es úgy oszlik meg, hogy csak azért mutatok meg, hogy lássuk, hogy milyen firmware verziókkal, meg milyen időszakokkal lehet kalkulálni. 61 darab olyan eszköz van, amin 3.0.x-es firmware van, itt a kiadási dátum az körülbelül az 2013-as, egy olyan van, ami még 2011-es firmware-rel megy, és mondjuk 3, ami 2016-ossal. Na most az ilyen S7.com plusz az a 3.0-as eszközökben még nem működik, viszont a 4.2-esben már működhet, ha azt használják. Az S7-es 1200-asoknál beszéltük, hogy ott arra van például olyan működő exploit a Metasploit-ben, mert stopba lehet küldeni az eszközt, de egyébként is meglehetősen szép számú sérülékenységgel rendelkeznek ezek az eszközök. Ezeket is így, ahogy van, a sérülékenységekkel együtt elérhetővé tenni az interneten nem biztos, hogy egy nagyon jó ötlet volt. De ugyanilyen a Szaljának a PCD-je, vagy PLC eszköze, ugye itt is amiatt, hogy hozzá lehet férni az eszköznek a webes interfészéhez, ami ki megadja, hogy milyen verzió fut hozzá, akkor ehhez már lehet ismert sérülékenységet keresni, és hát látjuk, már amennyire látszik nektek a képernyő, azért bizony van olyan sérülékenység, ami meglehetősen magas besorolást kapott, és egyébként ehhez a verzióhoz a használható és alkalmazható. És a nagyon nagy kedvencem, annak bizonyítására, hogy meglehetősen más ezeknek az eszközöknek az életciklusa. Látjátok, ez egy olyan MOXA eszköz, aminek még 2000. január 1-én állították ki a tanúsítványát, tehát elérte a 20 éves kort, innentől kezdve már XO
ahogy a jó konyaknál a 20 éves, minimum 20 évesnek kell lennie, úgyhogy ez most már egy XO besorolású MOPS eszköz, és valószínűleg, hogyha nem viszi el egy villámcsapás vagy rövidzárat, akkor még legalább 10 évig fog működni nekünk ezzel a lejárt tanúsítvánnyal, amit idestova 20 éve állítottak ki. Összefoglalva, ezeket az internetről elérhető ICS OT eszközöket meglehetősen nagy fenyegetettség és kitettség mellett üzemeltetik. Ezeket az eszközöket tényleg ne tegyük elérhetővé megfelelő védelem, titkosítás, frissítés, hozzáférés, kontroll és jogosultság szabályozás nélkül. Ezeket tényleg tilos így ebben a formában elérhetővé tenni. Akit esetleg érdekli, ez a felnek a felmérésnek a teljes riportja, ami több mint 60 oldal emlékeim szerint, az az alábbi linken elérhető és le tudja tölteni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és most át is adom a szót Rexinek, aki két rövid demón keresztül mutatja be, hogy miért lennének fontosak az ipari vezérlők alapvető biztonsági beállításai. Az első demóban azt prezentáljuk, hogy mi történhet, ha hozzáférés kontroll nélkül elérhetővé teszünk egy PLC eszközt, amelyen ráadásul még a jelszavas védelmet sem használtuk, mert ugyan minek. A második demóban pedig bemutatjuk, hogyha ugyan használunk jelszavas védelmet, de hozzáférés kontrollt nem alkalmazunk, hogyan kerülhető meg a PLC jelszavas védelme, főleg egyszerű jelszavak esetén. Leegyszerűsítve és kicsit pongyolán fogalmazva, a PLC-k az ipari vezérlők. Ez egy lebutított célhardware, ami egy logikát futtat le ciklikusan. Ha az ipari vezérlésekről beszélgetünk, akkor ez gyakorlatilag a rendszer agya. A következő demóban azt láthatjátok, miért kellene jelszót tenni ezekre az eszközökre. A videóban nem használunk semmit, csak a Siemens szoftverét, tehát gyakorlatilag a pentester tudásra itt nincs szükség. A teszthez a legújabb fejlesztői szoftvert, a TIA-portál 16-os változatát használtam, a legújabb firmware-ű 1200-assal. Ez az esetes termékcsalád egyik legújabb eszköze. A firmware idei 2020-as. Itt az anyagon láthatjátok, hogy egy egyszerű kódot írtam, ami egy herces frekvenciával változtatja a kimenetek állapotát. És online mentem, azt láthatjátok. És gyorsan lejövök offline, és nézzük meg az eszközt. Látható itt az eszközökön, hogy a kimenetek úgy változnak, ahogy ezt a programon is láttuk az előbb. Illetve, hogy a PLC fut. Látható, hogy a PLC-t képesek vagyunk megállítani. Így, né? Tehát azt kijelenthetjük, hogy teljes kontrollunk van most az eszköz felett. Látható, most tovább állítottuk. Így, szép narancssárga. Most indítsuk vissza. És itt láthatjátok a visszaindítás folyamatát. Gyakorlatilag el is indult. Tehát ez ennyi erről a részről. Most nézzük meg a támadó vagy rossz indulatú oldalt. Itt láthatjátok, hogy nekem van még egy board beépítve. Ezt igazából hardware letöltésénél mindegy, hogy beleteszitek vagy nem teszitek, maximum dob egy error, de ettől függetlenül a PLC ugyanúgy fut. És a letöltést ugyanúgy eszközölni tudjátok. Láthatjátok, hogy itt a boardot az arcába nem tettem bele. Tettem rá gyorsan egy jelszót, illetve most láthatjátok, hogy a szoftvert is kicsit átalakítottam. Ez már nem a villogtassuk a kimeneteket egyszerre, ez gyakorlatilag egy futófény. Illetve, hogyha az első bemenetet bekapcsolom, akkor az a futást megállítja. Most ezt a konfigot gyorsan rá is töltjük. Tovább kell küldeni minden egyes hardware töltésnél az eszközünket. Ez arra jó, hogy ne menet közben történjen az egész letöltés, akkor hirtelen átáll egy másikra, hanem legyen ideje felszedni a szükséges információkat, és utána úgy indul el, hogy a rendszer már így éles. Most ennek a folyamatát láthatjátok, hogy az eszközön hogy történik. Jó, elsőre tovább állítottuk, utána megkapja a szoftvert, ez szépen letöltődik, majd újraindul az eszköz. Amint az eszköz ugye újra elindult, láthatjátok, hogy már másképp fut a szoftver rajta. Ez a gyakorlatilag azt jelenti, hogy van egy célgépünk, aminek van egy vezérlése, és a letöltés után ez megzavarodik. Lehet bármi. Lehet egy csomagológép, lehet egy
gyártósor részegysége, akár egy erőmű egyik fázisának a vezérlése, tehát ez tényleg bármi lehet, ami ipari vezérlés. Ez nyilván ugye gyors káoszhoz fog vezetni, amit nem nagyon tudnak mire vélni ott az emberek, pláne az operátorok, hiszen bármit nyomnak a gép oldalán, hogy nem fog úgy működni, mint ez korábban tette, mert módosítottunk a szoftvert. Ezt relatíve gyorsan észre lehet venni, tehát itt precizitásról nem beszélgetünk, itt csak odaütöttünk egy hatalmasat. A Stuxnet esetében ugye itt precíziós támadás volt, itt oda csaptunk egyet. Nyilván itt kisebb károkozást tettünk kisebb energiabefektetéssel. Ha most a karbantartó utána oda megy újra a szoftverhez és megnézi, hogy most mi a fene történt, láthatja, hogy van egy eltérés az ő aktuális szoftvere, vagy aktuálisnak hitt szoftvere, és a rendszer közt, és láthatja, hogy valamit nem oké, hát ilyenkor megpróbálja a szerinte még működő verziót ugye rátölteni, és látja, hogy itt azért egy jelszóval védett az eszköz. Látható, hogy itt próbálkozik beütni esetleg a szabványos jelszavakat, amiket használ, és hát ez nem fog működni, mivel a támadó oldal, vagy a rossz indulatú oldal nyilván nem egy egyszerű jelszóra állította be, hanem valami bonyolultra, amit nyilván a támadó vagy a rossz indulatú oldal ugye ezt meg tud jegyezni, és nyilván nem fognak rá tippelni a gyárban. Legalábbis remélik, hogy nem tippelnek rá. Itt látható, hogy stopba sem nagyon tudják, tehát megállítani sem tudják az eszközt, mert jelszó nélkül ugye az sem fog működni. És nyitnak egy diagnosztikát, hogy ellenőrizzék, hogy nagyjából mi történhetett, de hát itt a diagnosztikánál sem fogják látni az anomáliát. Tehát nem fogják tudni megmondani, hogy mi történt. Azt észreveszik, hogy valami szoftverletöltés történt, észreveszik, hogy a BLC egyszer megállt, de hogy ez mitől történt, hol történt, esetleg ki csinálhatta, ezt nem fogják tudni megállapítani, csak azt, hogy történt egy ilyen, és kész. Tehát hiába lapozgatják itt a diagnosztikát, ez nem fog működni. Próbálják ugye még egyszer megállítani, a jelszó nélkül nem fog működni, és itt ez a memory reset sem fog segíteni, mert a memory resethez is kell egy jelszó, tehát anélkül ugye ez nem fog itt működni 1200-as BLC esetén. Most gyorsan be is billentettem a bitemet, amit ugye én beállítottam az első bemenetre, hogy a stopba tegye az eszköz. Így az eszköz gyakorlatilag megállt, ezt láthatjátok itt is. Újraindítani viszont jelszó nélkül ezt már nem lehet. Tehát ez éles környezetben nem ajánlom, hogy kipróbáljátok. Kivéve, hogyha erre ugye engedélyetek van, mert ezzel anyagi kárt okozása mellett azért néhány esetben személyisérülést is okozhattok. Tehát ne legyetek hülyék. Tehát nyilván ez a jelszó törölhető, és visszaállítható egy Siemens memóriakártya segítségével, hogyha ugye az rendelkezésre áll, ami a legtöbbször ugye 1200-as esetében nem, de ez mind idő, energia és veszteség. Tehát ki nem kell dobni az eszközt, de azért fejfájást azt okozni fog. És akkor a másik véglet, amikor az eszközön ugye van a jelszó, ez a demóhoz egy SE300-ast használtam. Itt megpróbálunk online kapcsolódni az eszközhöz, és ugye egyből a jelszót kér. Próbálunk ugye tippelni, ez nem fog működni. Próbálunkozunk ugye még egyszer, ez sem működik. Ezzel nincs gond, van erre egy nagyon szép okos kis szoftverünk, majd próbálkozik helyettünk ő. Nyissuk gyorsan meg. Itt van. Beállítjuk gyorsan itt a kapcsolódási paramétereket. Ez ugye TCP-IP lesz. Egyni. Az IP cím meg 192.168.0.61. Nem 611, 61. Csatlakozz. Látjuk, hogy itt tehát itt a védelmi szint ugye 3-asra be van állítva. Itt kiválasztjuk a szótár fájlt, amit ugye előre összeraktunk, és indítjuk ugye a támadást. Amíg ugye ez folyamatban megy, addig érdemes megjegyezni, hogy ezek a jelszavak sokszor a gépre vannak írva, esetleg a gép oldalára, tehát a gép környékére ez valóban le van írva, vagy mondjuk a kijelzőre.
Ha nincsenek, akkor is viszonylag könnyen megjegyezhető jelszavakról beszélgetünk, mert itt nem egyetemet végzett emberek szokták a legtöbbször kezelni a gépet, hanem 8 általános vagy érettségvel rendelkező emberek. Tehát itt nem beszélgetünk tényleg bonyolult jelszavakról, esetleg a szoftverkészítő cégről, arról a cégről, akinek ezt készítették. Tehát tényleg viszonylag egyszerű jelszavakról beszélgetünk, ami azt eredményezi, hogy egy pár ezre szó listával a kezünkben nagy eséllyel meg lesz a jelszó. Ezt láthatjátok, hogy sebesség terén olyan 3000 jelszót sikerül most próbálnunk a labor alatt. Ezt sikerült már fölvinni 5000-re, de hogyha egy jó szótárlistánk van, akkor azért az nem fog tart, azért ez nem több millió szóból fog állni, különösen, hogyha egyszerű jelszóról beszélgetünk. Tehát ez gyakorlatilag, ha nem is órák alatt, de nagyon rövid idő alatt ugye ez meg fog történni, hogy meg lesz. Ismét csatlakozunk, de már a meglévő jelszóval. Azt gyorsan be is illesztjük, és működik, látható, hogy a feltöltés sikeres, tehát működik. A két hozzáférés kontrollos demón keresztül talán be tudtuk nektek mutatni, hogy az ipari vezérlők esetében is nagyon sok mindenre kell odafigyelni ahhoz, hogy az eszközöket biztonságosan tudjuk használni. Jelen esetben a hozzáférés kontroll összetett elvárást jelent, egyrészt hogy szabályoznunk kell, hogy csak az érhesse el az eszközöket, akinek feltétlenül ez szükséges, valamint hogy aki rendelkezik hozzáféréssel, az is csak a megfelelő jelszó birtokában legyen képes az eszközökhöz csatlakozni és a műveleteket végezni. A jelszóképzés szabályairól, jelszóházirendről nem beszéltünk, egyrészt ezt úgy is tudjátok, másrészt, ahogy Rexi is mondta, sok esetben a bonyolult, például a randomizált jelszavak ilyen környezetben nem használatosak, és legfeljebb akkor cserélődnek a jelszavak egyébként is, ha magát az eszközt is lecserélik. Egy rendesebb jelszóval, illetve a szabályozott hozzáféréssel azonban kellő mértékben meg tudjuk nehezíteni a rossz indulatú használatot. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, és további jó szórakozást a konferencia hátralévő részéhez.